A fogyasztóvédelmi békéltető testületek négy éves ciklusokban működnek. A szervezet előző mandátuma a tavalyi év végén lejárt. A békéltető testületekbe a tagok felét a megyei gazdasági kamarák, míg a másik felét civil szervezetek delegálják. A Szabocs megyei békeltető testület tagjainak a létszáma 14, ebben nincs változás, korábbi években is ennyi fővel tudtuk eredményesen elvégezni a feladatunkat. A, annyi a változás, hogy a 14 főből 11 fő az, aki a régi testületben is tagsággal rendelkezett, tehát így a folytonosság, a tapasztalat megvan az új testület esetében is. Három esetben kellett új tagot jelölnünk, illetve a jelölő szervezeteknek. Ezzel tulajdonképpen a jogászok száma nőtt, most hat jogász tevékenykedik a testületbe, illetve az átlag életkor egy kicsit csökkent. A békéltető testületek célja, hogy a fogyasztó és a vállalkozás között fennálló jogvitát a felek egyesség megkötésével rendezzék. A megyei elnök elmondta, az utóbbi években közel duplájára nőtt az egyességgel lezárult ügyek száma. Az előző négy éves ciklusban 882 darab ügyet fejezett be a Szabolcs megyei békeltető testület. Ezekből tulajdonképpen, amikor ajánlás, kötelezést vagy egyességet jóváhagyó határozatot hoztunk, az 368 darab volt. Mondhatjuk azt, hogy ennyi, idő, ennyi esetben volt a fogyasztói kérelem megalapozott, de ehhez még hozzá kell vennünk azokat az eseteket is, amikor az eljárás megindulásának a hatására megegyeztek a felek. Ez is egy olyan körülbelül 30 darabra tehető. Az új szabályozás szerint az együttműködési kötelezettségüket megsértő vállalkozók minden esetben pénzbírságra számíthatnak. A vásárlóknak panasz esetén először a vállalkozással kell megpróbálnia a vita rendezését. Ha ez nem sikerül, akkor fordulhatnak a szabolcs szatmár megyei kereskedelmi és iparkamara épületében működő békéltető testülethez.